Aranyéremmel tért haza a tájfutó, megtörténtek az ovis beiratkozások, Abád-Szalóki nyár, hamari botond matematika eredményei. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. június 10-én 18 óra 5 perckor. Lévainé Kovács Róza tájfutóval beszélgettünk az elmúlt időszak nehézségeiről és a most induló versenyeken elért sikereiről. A pandémia időszaka többszörösen átírta a tájfutó verseny naptárakat is. Így elmaradt a tavaszi hosszú távú országos bajnokság, csak kisebb versenyek és térképes edzőversenyek voltak. A verseny naptárunkat többszörösen át kellett javítani. A nagyobb létszámot megmozgató bajnokságok például tavasszal lett volna a hosszú távú országos bajnokság, azt nem engedték, hogy a rendezők összehozzák. Nagy öröm volt, amikor már egy-egy kisebb versenyre kaptunk kiírást, meghívást, vagy térképes edző versenyre, már annak is örültünk és mentünk. Nagy bezártság után azért jó esett egy kicsit az erdőben futkározni. Két hete volt a Diák Olimpia országos döntője tájfutásban. Ennek kísérő rendezvénye volt a Mentor Kupa Hódmezővásárhelyen. Szombaton a városban, vasárnap Sándorfalva térségében volt az erdei futóverseny. Igen jó eredménnyel megnyerte a szombati városi futamot Lévainé, aki nagyon sokáig nem indult városi tájfutóversenyen. Aztán edzője Lévai Kálmánnak sikerült rábeszélnie, azóta hozza a sikereket itt is. Nagyon izgultam, mert azért csak nem olyan, amikor hosszabb ideig kihagyunk, akkor csak másabb a verseny, ezért nagy feszültség volt bennem. Próbáltam a rajt előtt egy kicsit lenyugtatni magam, úgy tűnik, hogy sikerült, és igen, jó eredménnyel megnyertem a szombati városi futamot. Annyi az érdekessége, hogy sok évvel ezelőtt, amikor indultak ezek a városi tájfutó versenyek, akkor én óckodtam, én nem akartam. Engem zavart az, hogy ott vannak emberek, nézik, mit csinálok, és én hosszú ideig nem vettem részt ilyen versenyeken, míg a kedves edzőm addig, hogy rábeszélt, és utána kedvet kaptam hozzá, és úgy tűnik, hogy talán ebben még eredményesebb is vagyok, mint a klasszikus régebbi számokban. Vasárnap az eső nehezítette az egyébként is bozótos Sándorfalvi erdőben zajló versenyt, de itt is jót futott, és az ellenfelei is hibáztak, így összetettben is első lett. Nagy izgalom volt a másnap, esett az eső reggel, már ez nehezítette, egyébként is bozótos a sok eső után komoly ajnövényzettel bíró terepen az akadályt, de mindig bízni kell magunkban is, meg az ellenfelekben is. Jót futottam, meg az ellenfeleim is hibáztak, és egymás keresztbe verve hagytak engem nyerni összetettben is. Megvolt a bemelegítő verseny, és hamarosan beindulnak a középtávú és hosszú távú bajnokságok. Nyáron Magyarország rendezi a veterán szenior tájfutó világversenyt, melyen Lévainé Kovács Róza is részt vesz. Hamarosan beindulnak a bajnokságok, középtávú és hosszú távú bajnokság. Nyáron Magyarország rendezi a veterán világversenyt, a szenior világ tájfutóversenyt. Egy kicsit összesűrűsödik az őszi időszak is, de majd igyekszem úgy osztani az időm, hogy részt vehessek. De lesznek még kisebb országos versenye is őszig. Megtörténtek a beiratkozások a Madarász Imre Egyesített Óvodába. Gulyás Ferencné intézményvezetőt kérdeztük a részletekről. A beiratkozáskor a szülőknek lehetősége volt, hogy személyesen jöjjenek el az óvodába, de elektronikus úton vagy telefonon is megtehették ezt.
Az intézményünkben megvalósult a következő nevelési évre a beiratkozás. A szülőknek lehetősége volt rá, hogy személyesen jöjjenek be, és egyeztessünk a beiratkozással kapcsolatosan, illetve volt lehetőség arra is, hogy elektronikus úton vagy telefonon a járványügyi helyzet miatt. De nagyon szép számmal vették igénybe azt, hogy bejöjjenek és személyesen beszélgessünk, hiszen az igazi azért ez, amikor a gyermekeknek az óvodai beiratásáról van szó. 118 kisgyermek iratkozott be, még 12 olyan kisgyermek van, akit a napokba fogunk várni a beiratkozás, úgyhogy összesen szeptembertől új óvodás kisgyermek a 9 óvodánkban körülbelül 130 fogja megkezdeni a óvodai életet. A járványügyi szabályok enyhítésével lehetőség nyílt a szokásos ovis ballagás megtartására is. Nagyon örültünk neki, hogy itt május végével a kormány lehetőséget adott arra a jogszabályokon keresztül, hogy az óvodákban is megtarthassuk az évzáró ünnepségeinket, a ballagásokat, hiszen ez egy család életében nagyon nagy élmény és egy nagyon nagy pillanat, amikor az óvodás évek véget érnek, és elkezdődik egy új életszakasz a kisgyermekük életében az iskola kezdés szeptembertől, és igen, ilyenkor ezt szeretjük ünnepélyes keretek között a családokkal együtt lezárni, így most ettől a héttől már elkezdődnek május végével az óvodai évzáró és ballagó ünnepségeink. Szabadtéren, csak szabadtéri keretek között lehet, és fogjuk tudni megtartani ezeket a programokat. Így aztán minden óvodába kijelöltünk olyan napokat is, hogyha esetleg esős időpontra került a szervezés, akkor egy későbbi időpontban egy héten belül azért újból megpróbálkozunk a ballagó ünnepségekkel. Így egy picit a létszámhatárok is korlátozásra kerültek, hiszen azért ide nagyon sokszor nagyon sokan jönnek egy-egy kisgyermekhez, és azért ennek még nincs itt az ideje, úgy gondoljuk, úgy érezzük szabadtéren sem. Úgyhogy kicsit korlátozott létszámmal, de minden gyermekhez azért a szülők jöhetnek, testvérek jöhetnek, és így nagyon szép, és bízom benne megható, és egy emlékezetes program keretében fogják az óvodát elbúcsúztatni. Az óvodától fognak a gyerekek elbúcsúzni. A korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan július 1-től bezárnak az óvodák. A jelenlegi tervek szerint a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan július elejétől zárnak be az óvodájaink, akkor már minden óvoda bezár, és ügyeleti rendszerben a Táncsicskör út 19-es és a Kuthen úti óvodánk fogja ellátni az ügyeleti óvodai ellátást igénylő gyermekeket egészen augusztus 20-át követő hétvégéig, és ott fogunk utána nyitni teljes erőbedobással az új nevelési évre készülve. Az évzárók után megkezdődnek a szabadtéri kirándulós programok, az Akácliget fürdőben lesz a Sportolj velünk családi program, de készülnek az egyhetes táborokra is az óvodai tehetségcsoportjai is. A tehetség műhelyhez kapcsolódóan a középsős és nagycsoportos gyerekek részére. Készülünk folyamatosan, hiszen itt a nyári időszakban az évzárók után megkezdődnek azok a szabadtéri, kicsit kirándulós programok. Hát most nagyon messzire azért nem merészkedünk és bátorkodunk, de most már ugye kinyitott a gyógyfürdőnk, az Akácliget fürdő, ahol a terveink szerint még szeretnénk megtartani azt a Sportolj velünk rendezvényt, amit minden évben szoktunk. Úgyhogy ezekre készülünk, illetve hát készülünk még a táborainkra is, hiszen ez is nagyon nagy élmény valamennyi gyermekek számára, akik ugye évközben a tehetséggondozó csoportjainkba munkájába vesznek részt, és akkor az év zárásaként egy egyhetes tábori program keretében tematikusan a tehetségműhelyekhez kapcsolódóan minden óvodából részt vehetnek a középsős és nagycsoportos gyerekek. Úgyhogy erre is készülünk, ennek is a formáját úgy fogjuk megszervezni. Ahogyan egyrészt a jogszabályi keretek erre nekünk lehetőséget adnak, másrészt pedig ahogyan biztonságosnak látjuk a helyzetet, bár nagyon örülünk neki, hogy most azért egy nagyon komoly javuló tendencia mutatkozik ki a körülöttünk, a környezetünkben, és ez lehetőséget adott itt a nyitásra különböző területeken. Balog Gyulával, Abátszaló polgármesterével a tavalyi évben átadott szabad strandon végben menő további fejlesztésekről, a 2021-es év turisztikai szezonjának alakulásáról, valamint a nyári időszak lehetséges programjairól beszélgettünk. Üdvözlöm Balog Gyulát, Abátszaló polgármesterét.
Tavaly évben került átadásra az Abátszalóki Szabad Strand, ahol számos fejlesztés, beruházás történt meg, amely az idei évben is folytatódik. Melyek ezek, és mi került nemrégiben átadásra? Így igaz, komfortfokozat növelést hajtottunk végre ebben az évben. Új öltözőblokkokat alakítottunk még ki a meglévők mellé. Baba-mama szobát hoztunk létre, ahol a kedves anyukák tudják majd a gyermekeiket tisztába tenni esetleg, vagy táplálni. Két új vizes blokkot újítottunk föl, hiszen tapasztalható a vendégek számának a növekedése, és ez indukálja azt, hogy újabb vizes blokkokra van szükség, ezért újabb zuhanyzókat, mosdókat alakítottunk ki. Egy régebbit teljesen megújítottunk, és teljesen újakat is építettünk a mentett oldalon. A vízfelőli oldalon öltözőket építettünk, van akadálymentes öltözőnk, családi öltözőnk, férfinői öltözők kerültek kialakításra, új tájékoztató táblák, amelyek az irányokat mutatják, hogy mit merre találnak a kedves vendégek. A strandőrök új őrtoronyból figyelhetik a vendégeket, illetve a régit is felújítottuk, és gyakorlatilag két őrtoronyból fogják figyelni a nálunk fürdőzőket. Kerékpártárolókat létesítettünk, hiszen az előző évben is tapasztaltuk, hogy a Tiszató körül egyre jobban növekszik a kerékpáros turisták száma. Tavaly 70 ezer látogató volt, aki körbe tekert a Tiszatavon. Bízunk benne, hogy az idén is lesznek legalább ennyien, vagy ezt meghaladóan, ezért rájuk is készülve újabb kerékpártárolókat építettünk, illetve elhelyezésre került egy Bike Safe oszlop, amely ingyenesen biztosítja a kedves vendégek részére a szerelést esetlegesen. Ez a belügyminisztérium programjából, bűnmegelőzési program kapcsán kaptuk ezt az oszlopot, Tiszafüred és Abátszalók, hiszen a Tiszató körül két gyakorlatilag ellentétes póluson, de hogyha a vendégek körbe tudnak kerékpározni, akkor legyen olyan hely, ahol térítésmentesen, vagy hogy kisebb javítások miatt szükséges, akkor egy ilyen oszlopot igénybe tudjanak venni. Milyen turisztikai szezonra számítanak idén? Készülünk, nekünk a tavalyi év is elég jól sikerült. Ez azon egyszerű okból, hogy nyilván járvány befolyásolta a turisztikát, de nálunk van a legnagyobb szabadvízi strand. Négyzetméterben is elég nagyok vagyunk, tehát itt a vendégek meg tudják tartani egymástól a másfél méteres távolságot. Nem kell, hogy beszoruljanak mondjuk egy olyan szűkebb térbe, vagy egy ilyen szűkebb medence területére. Úgyhogy bízunk benne, hogy ha jó az idő, akkor sok esetben minket fognak választani, hiszen magas színvonalú szolgáltatásokkal várjuk a kedves vendégeket. Rendezvények tekintetében az ide látogatók mire számíthatnak, illetőleg azon a területen valamiféle újítás várható-e? Igen, a Tiszatavi templomok útján pályázat kapcsán, amelyben több település vesz részt, Abátszalók egy színpadot fog kapni. Gyakorlatilag ez néhány hét elteltével valószínű, hogy megérkezik hozzánk, és akkor így a nagyobb rendezvényekre is tudunk helyet biztosítani, illetve akik jönnek hozzánk fellépők, nekik egy magas színvonalú szolgáltatást tudunk nyújtani. A programok tekintetében óvatosak vagyunk, nyilván be kell tartani a megfelelő szabályokat. Jelenleg a szabályozás az, hogy a természetes vízű fürdőhelyek kártya nélkül látogathatóak lesznek, négyzetméter korlátozás lesz ugyan. Rendezvények tekintetében azonban az aktuális szabályok lesznek érvényesek, tehát 500 főig nem szükséges kártya, 500 fő fölötti rendezvényeken, vagy zenés-táncos rendezvényeken azonban valószínűleg kártyával lehet védettségi igazolást, igazoló kártyával lehet majd bejönni. Úgyhogy ennek függvényében tervezzük a programokat. Lesznek azok a programok, amelyek fixen beívódtak már a korábbi esztendőkbe, tehát Tiszató átúszó verseny, ez most kibővül egy evezős versennyel, a Magyar Kanyakkenu Szövetség fog nekünk ebben segíteni, tehát egy magasabb színvonalú, nagy látogatottságú rendezvény fog megvalósulni. Nyilván helyszíne leszünk a Tiszató operaházának, a fesztiválnak,
arra is készülünk. Lesznek még kisebb olyan rendezvények, amelyek gyermekeknek fognak szólni, tehát igyekszünk minden igényt kielégíteni majd a kedves vendégeknek. A strandfejlesztés további fázisaiban az elkövetkezendő években mi várható még? Szeretnénk még az idén, nagyon dolgozunk azon, hogy hármas funkciót tudjunk biztosítani a vendégeknek. Van ugyanis a tanúszodánk, az működik jelen pillanatban is, és nyári időszakban ez már a tavalyi évben is nagy népszerűségnek örvendett, hiszen rossz időben is biztonságos helyen tudtak azok fürdőzni, úszni, sportolni, akik ezt igénybe szerették volna venni. Nyilván a szabadvízű strandot azt mindenki számára elérhetővé tesszük, és hogyha jó az idő, meleg a víz, akkor ezt lehet használni. Működött még korábban egy melegített vízű strandfürdő a Bátszalókon. Ezt már most két pályázat segítségével megújítottuk. Még kisebb munkálatok szükségesek az engedélyek megszerzéséhez, de bízunk benne, hogy az idei évben ezt is ki fogjuk tudni nyitni, és azoknak a fürdőzőknek, kisgyermekeseknek ez nagyon jó szolgálatot tett, akik hűvösölték a tónak a vizét, vagy éppen nem uszodai szintre akartak menni, hanem csak egyszerűen strandolni egy kicsit, azok nagyon kedvelték ezt a helyet, úgyhogy nagyon igyekszünk, hogy ezt is a rendelkezésre tudjuk bocsátani, úgyhogy így medencés, strand, úszoda és szabadvízű fürdő várhatja majd a vendégeket. Hamari Botond, a Karcagi Nagykuna Református Általános Iskola végzős diákjával beszélgettünk a Küri Matematika Verseny területi fordulóján elért sikeréről és a tervekről. Hamari Botonddal, a Karcagi Nagykuna Református Általános Iskola diákjával arról beszélgettünk, hogy miért pont a matematika a kedvencet, hiszen egy országos versenyen is indultál most a napokban. Hát lehet, hogy az első dolog az, hogy mert hogy ugye megy, és meg úgy jó tantárgy számomra. Melyik részét szereted, a logikai feladatokat, a szorzást, a tartványokat, nem tudom, hogy tanultok-e már? Hát a logikai feladatokat, meg a mivel számítani kell. Mely tárgyak még a kedvenceid? A fizika és a történelem. És azon belül mondjuk a fizikának melyik részét szereted, és történelemből melyik kor az, ami a kedvenced? Hát fizikából úgy szeretek nagyjából mindent, és történelemből talán az ókori Görögország tetszett nagyon, és az Árpádház kora. Hova szeretnél majd menni, hogyha befejezed a refit? Debrecenbe talán, hogyha felvesznek, és hogyha nem vesznek fel, akkor ide a refibe. És mi leszel, ha nagy leszel? Engem a kutatás érdekel, és az űrkutatás, és lehet, hogy ezzel fogok foglalkozni. Hát addig azért még rengeteget kell tanulni. Mi jelenti a kikapcsolódást? Hát játszani a kutyámmal, számítógépezni, egy kicsit olvasni. Milyen volt a fél év és mi várható év végén? Hát azt hiszem 2-4-esem lett, rajzból és technikából, és lehet, hogy sikerül kijavítani. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu.hu/weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!